Jó estét kívánok! Ez a nő helye az ATV-n. Ma este Dobrev Klárával. Szervusz, jó estét! Szervusz! Szóval szereted-e azt, hogy te vagy Magyarország jelenlegi miniszterelnökének felesége? Szereted ezt a státuszt, hogy áldozatnak érzed-e magad? Hát én nagyon-nagyon szeretek Gyurcsány Ferenc felesége lenni. Hogyha erre vonatkozik a kérdés, akkor azt hiszem, hogy ezt nagyon szeretem. Azt pedig, hogy a férjem a miniszterelnök, ennek én örülök, jó miniszterelnöknek tartom, és azok a feladatok, amelyek ebből rám hárulnak, azoknak pedig szinte nagyon szívesen teszek eleget. Úgyhogy azt hiszem, hogy áldozatként végképp nem élem meg. Ezt azért hallom meglepve, mert te azok közé tartozol, akik önmagukként is nagyon sikeres karriert tudhatnak maguk mögött, és erről lemondtak, vagy a karriernek egy bizonyos stádiumán lemondtak erről. Azt hiszem, hogy nem az ember ilyenkor nem arról mond le, amit szeret, hanem mondjuk lemond egy posztról. De én a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnök helyettesi posztjáról mondtam le. De szerintem, hogy valaki sikeres vagy nem sikeres, az nem azon mérik le, hogy mi van a névjegy kártyájára írva. Szerintem egy iskola igazgatója vagy egy osztályfőnök nagyon-nagyon sikeres tud lenni, és tud nem sikeres lenni, mondjuk adott esetben egy magas állami tisztviselő is. Tehát én úgy érzem, hogy most az elmúlt hónapokban, az elmúlt immáron több mint egy évben szintén olyan dolgokkal foglalkozom, amiket szeretek, amiket fontosnak tartok, és úgy látom, hogy vannak sikereim is ezeken a területeken, úgyhogy nem érzem lemondásként. Az ember életében nagyon sok különböző időszak van, és volt olyan időszak, amikor köztisztviselő voltam, bürokrata, volt olyan időszak, amikor főállásban tanítottam, és most ismét főállásban tanítok, és emellett pedig nagyon sok energiám jut még olyan dolgokra, amiket fontosnak tartok. Olyasmi foglalkoztat már most a biztonság kedvéért, hogy van-e, lesz-e, lehet-e visszaút a civil szférába, ha egyszer úgy hozza az élet? Úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb biztos, hogy így fogja hozni az élet, hiszen a miniszterelnök az mindig egy időre szóló felhatalmazás, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy ez még 4-8 évig így lesz, de azt nagyon fontos mindig tudni, hogy a miniszterelnök az egy ugyanolyan foglalkozás, mint bármi más a világon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok minden fontos dolgot lehet csinálni akkor is, hogyha az ember nem miniszterelnök, vagy ha éppen a férje nem miniszterelnök. Beszéljünk egy kicsit közös múltunkról, Indiáról. Nem minthogyha ez egy privát diskurzus kéne, hogy legyen, hanem azért, mert nagyon is nagy szerepe van abban, hogy a férjedet megismerted. Én 5 évet töltöttem, hogy gyerekként, te azt hiszem, hogy alig fél évet ösztöndíjasként. Igen, sőt, kevesebb, mint fél évet, és hát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem egy életre szóló szerelem maradt. Hát Isten, de akkor miért jöttél haza előbb? Nagyon sok minden miatt jöttem haza előbb. Azért is jöttem haza előbb, mert egy olyan munkahelyen dolgoztam, ami nagyon tetszett a legelején, tehát az ember úgy élhetett a világban. Nagyon kedves kollégáim voltak, nagyon sokat kirándultunk, utaztunk, jól éreztük magunkat. Mi volt a bázis? Bangalore-ban voltam, ez ugye, ha így nézzük Indiát, akkor itt alul van középen Karnataka államban. Fax gép ügynök voltam. Mint közgazdasági hallgató? Igen. Ez hogy jön össze? Hát marketing gyakornok voltam, és ha úgy tetszik, egy ilyen sales, egy ilyen eladói gyakorlaton vettem részt. Az volt a feladatom, hogy minden reggel kaptam egy utcát, és az utcában minden boltba be kellett kopognom, menjen az fagyizó, kis iroda, nagy iroda, és meg kellett őket győznem arról, hogy vásároljanak Modic Xerox fax gépet. Hát azt be kell, hogy valljam, hogy egy darabot sem sikerült eladnom. Az indiaiak nagyon kedvesek. De mert nincs szíve eladni nekik sem. Meg bárhova beléptem, nagyon kevés európai volt abban az időben, mert ma már Bangalore egy óriási nagy világváros előtte ki magát. Vagy az India változott. Hát nagyon, úgyhogy nagyon is kíváncsi vagyok rá. És bárhova beléptem, mindenhova le kellett ülnöm, meg kellett innom egy teát vagy egy kávét, és el kellett mesélni, hogy mit csinálok itt, ők is elmesélték az életüket. Úgyhogy napi 4-5 boltnál többet nem tudtam végiglátogatni, és eladásra már nem jutott idő. Szóval miért jöttél haza? Szóval hiányzott egy kicsit az a nyüzsgés, ami az én lételemem. Hiányzott az, hogy fontos dolgokat csináljak, hogy sikerem legyen, hogy azok a szokásos feladatok körbe vegyenek, amióta az eszemet tudom, mindig nagyon fontosnak tartottam. Ez egy nagy nyaralás volt. Mielőtt még hazatérünk gondolatban, ugye te azt mondtad egyszer az amerikai kultúráról, hogy hát sok mindenért lehet szidni, de többek között azért is lehet szeretni, mert az amerikaiak soha nem győzik hangsúlyozni azt, hogy az ember mennyire felel saját magáért, a sorsáért, az egészségért. A keleti kultúrától mit tanultál? A keleti kultúrától pedig egyrészt egy nyugalmat, de egy olyan nyugalmat, ami építő jellegű nyugalom.
amikor az ember nem a holnapra tervez, vagy a holnap utánra tervez, hanem, ha úgy tetszik, generációkra előre tervez. Amikor azt látom, és mi európaiak hajlamosak vagyunk azt mondani a keleti kultúrára, bár ebben óriási nagy különbség van India vagy Kína között természetesen, de hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hú, ez nekünk lassú, mint ahogy egyetemistaként és 20 évesként én is úgy éreztem, hogy ez nekem lassú. De van mögötte egy hihetetlen, megbízható, lépésről lépésre történő építkezés, ami nem kapkod, ami előre gondol, ami kiszámít, ami meghagy... Kivár. Kivár, és hagyja, hogy a dolgok beérjenek. És hát amit látunk Ázsiában, ez úgy tűnik, hogy ez egy sikeres stratégia, nem csak az ember magánéletében, hanem úgy tűnik, hogy a gazdaságban is. De ezt valószínűleg érdemes lenne nekünk is egy picit megtanulni, még akkor is, hogy nekem is nagyon nehéz. Na mindenesetre te akkor nem tudtad kivárni a végét, az ösztöndíj végét, és akkor így ismerkedhetek össze a jelenlegi férjeddel. Igen. Ha jól tudom, az utolsó úgymond dobása az volt, vagy azzal vetette be magát végleg az életedbe és a szívedbe, hogy valamiféle államvizsgára készültél, és ebben segített neked, és különböző a tárgyhoz, vagy a tárgyhoz közelítő, vagy rávonatkozó cikkeket gyűjtött ki neked. Tehát ez ennél romantikusabbat is el tudnék képzelni. Ó, nekem az akkor nagyon romantikusnak tűnt. Ugye ne felejtsük el, hogy ez még az internet és a tömeges fénymásolás és hasonló dolgoknak az ideje előtt történt. Ez 94. amikor én a Közgazdaságtudományi Egyetemen írtam a diplomamunkámat. Miközben fél lábbal a jogon. Igen, a jogon akkor voltam harmadéves. És a diplomamunkám címe az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank Magyarországi Stratégiája volt, ami szintén... Ez a Mark Palmer féle bank volt? Nem, ez akkor nem a Mark Palmer féle bank volt, hanem például Németh Miklós is ennek a banknak volt az elnök, ez egy londoni székhelyű Európai Fejlesztési Bank volt. Nem állítom, hogy egy 22 éves lánynak való tökéletes téma, de hát én imádtam akkor, és azóta is nagyon szeretem ezt a területet. És egyszer csak megjelent a Feri, amikor az ember bújja a könyvtárat, igyekszik megtalálni azokat a cikkeket, anyagokat, amelyek magyar nyelven alig hozzáférhetőek, angol nyelven is éppen hogy csak, és egyszer csak megjelent egy nagy csokor cikkkel. És egy olyan pillanatban jött, megtudod szerintem, nincs annak titka, hogy mi romantikus és mi nem romantikus, azt mindig az adott pillanat határozza meg. És van, amikor a virág a romantikus, de van egy pillanat, amikor a csokorcikk a romantikus. Az sem biztos, hogy romantikus, ezt úgy mondom neked, mint aki az első férjének a negyedik felesége voltam, és az én férjemnek én vagyok a harmadik, vagy hogy is, az én férjem nekem a harmadik férjem, de én hosszú, szóval ezt mind ismerem. De otthon mit szóltak meg, főleg te mit szóltad, otthon mit szóltak, ez egy dolog. Hogy a te férjedet kétszeresen elvált ember. Hogy én mit szóltam, arra nagyon egyszerű a válasz. Az ember 22 évesen, amikor szerelmes, azt mondani, hogy tudatosan mérlegel, hát attól azt hiszem, hogy nagyon messze voltam. Találkoztam egy 22 évesen egy 33 éves férfi valaki, aki kész volt, aki segített, aki gondolkodott, aki humoros volt, aki hát egyszerűen csak levett a lábamról. És azt hiszem, hogy a szüleim számára is nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy hoppá, ez itt más történet. Apukának is? Apuka nagyon nehezen élte meg a történetet. Szegény édesapám most már meghalt, ő egy nagyon-nagyon féltékeny. Egy szemlány, különösen, ráadásul bolgár. Nagyon féltékeny volt, és ő nehezen élte meg, de hát... Őre például jellemző, hogy egészen születésemtől kezdve minden esküvön, ahova meghívtak minket vendégségbe, barátokhoz, rokonokhoz, mindig elsírta magát. De amikor 4 éves voltam, akkor is sírt az esküvőkön. Úgyhogy ő hosszú ideje készülődött erre a tragédiára, hogy az ő lányát valaki egyszer csak feleségül veszi. Főleg egy kétszer elvált, két gyerekes. Igen, bár azt hiszem, hogy az első napok, vagy az első pillanatok után azért ez nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy ahhoz, hogy az ember megtalálja élete párját, ahhoz szerencse is kell. És azt hiszem, hogy milyen tekintetben szerencsések voltunk a Ferivel. Az mikor dőlt el, és miért, ha nem túl intim a kérdés, mondjuk ezt a műsort nagyon segíteni, ennek a műsornak a címét, aminek az a cím, hogy a nő helye, hogy a férjed előző házasságából született két gyerekét ti neveltétek, és nem az édesanyja, ugye Magyarországon általában, ha csak nincs valami különleges ok, a gyerekeket az édesanyjuknak ítéli a bíróság. Ez nem így történt egyáltalán, és most sem így van, hanem egy nagyon-nagyon jó és nagyon kulturált viszony alakult ki
szinte az első pillanattól kezdve. A gyerekeknek nálunk is van otthona, és az édesanyjuknál is van otthona. Sőt, a fiúk édesanyjával én hetente legalább 3-4-szer beszélek telefonon, de rendszeresen leülünk meginni egy kávét, hiszen akár az iskolai ügyekkel kapcsolatban, vagy a gyerekekkel kapcsolatban mindig van beszélgetni való. Van, amikor ő megy a szülői értekezletekre, van, amikor én megyek a szülői értekezletekre. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott kapcsolat alakult ki, és ebből mindenki csak profitált. Ez kin múlik az, hogy van egy férfi, akit mind a ketten szerettek, vagy két nőn, aki intelligensebb együtt, mint az egy férfi? Hát szerintem ez múlik a férfi, múlik a két nőn, múlik a két gyereken. Ebben mindenkinek benne van a maga munkája, az biztos, hogy az emberi kapcsolatok amúgy is olyanok, hogy munkát kell belük fektetni. Most mindegy, hogy barátságról, házasságról, vagy akár csak egy szülő-gyerek kapcsolatról van szó. Az emberi kapcsolatok azokkal dolgozni kell. Ezt Amerikában tanultad, de biztos vagyok. You have to work on a relationship. Ezt hallom, hogy amerikai pszichológus ezt mondja. Ráadásul soha nem tanultam Amerikában, úgyhogy azt hiszem, hát, hogy a Laura Bush biztos elmondta neked, hogy Laura Bush-a sok mindenről beszéltünk, erről nem. Nem, biztos, hogy közhelyesnek hangzik ebben nagyon igazad van, de igaz, igen. És azt is látom, de szülőként is, tehát van-e, hogy az embernek nincsen éppen kedve leülni és mesét olvasni, vagy éppen sakkozni, vagy gazdálkodj okosant játszani. És adott esetben nagyon sokszor előfordulhat, hogy az ember azt mondja, hogy ne haragudj, most nincsen kedvem, mert fáradt vagyok, és egyébként is sok a dolgom. De azt nem teheti meg, hogy mindig azt mondja. És ez is ilyen szempontból egy tudatosság, vagy egy munka, hogy persze, tudom, hogy most a gyereknek szükségem van rá, ott vagyok. De adott esetben lehet ilyen a barátnőmmel, a férjemmel, az édesanyámmal. Ahogy az emberi kapcsolatokat is ápolni kell, ugye a növényeket is, egy kicsit lazább hangvételre váltva a szót egy pár pillanatig. Mi van ezzel az orchideával, ami a Horngyulának elrohadt itthon, vagy elszáradt, vagy nem tudom mi, és neked meg nem? Szóval kimutatok a Távol-Keleten. Igen, és az a szokás, ha úgy tetszik, Szingapúrban, hogy egy gyönyörű, szép és óriási nagy orchidea farmon, amit hát úgy kell elképzelni, hogy sok ezer orchidea található ott, a külföldi államfők vagy kormányfőkről, vagy éppen a feleségükről, vagy éppen az angol királynőről, vagy hercegnőről, vagy bármely más külföldi hírességről elneveznek egy-egy orchideát. Itt ezen a farmon folyamatosan nemesítik az orchideákat, tehát úgy hetente, két hetente van egy új orchidea fajta, úgyhogy az egyik orchidea fajta most az én nevemet viseli, egy nagyon kis, pici, vékony, virágú, sárga, barna, pöttyös orchideáról van szó, de én nem voltam olyan bátor, hogy hazahoznám csak a fényképét. És mi a neve egészen pont? Hogy a Dobrev Klára? Dobrev Klára. Uh-huh. Így hívják az orchideát. A latin nevét ne kérdezz, mert azt valószínűleg nem tudnám visszaidézni. Horngyula kapott ugye egy olyan ilyet. Horngyula néven ő hazahozta. Én láttam Horngyula orchideáját, lehet, hogy az a darab, amit hazahozott, az lehet, hogy elpusztult. Egy nagyon szép lila orchidea, és ráadásul pont abban az időszakban voltunk kint, amikor kiültették, mert vannak olyan orchideák, amiket kiültetnek a szabadba, utána beviszik őket az üvegházba, ez egy nagyon bonyolult. Legalább egy nagy gyereknevelés. Hát legalább. Egyébként, hogyha bolgár az édesapád és ott is születtél, akkor miért a magyar nyelv szabályai szerint használod a neved? Ha Bulgáriában vagyok kint, akkor értelemszerűen Klára Dobrev, sőt Klára Dobreva, tehát ugye még egy A betű is kerül a végére. De hát én életem nagy részét itt éltem Magyarországon, én magyarnak érzem magam, akinek egyébként bolgár ősei vannak, és bolgár eredete, tehát teljesen természetes, hogy az útlevelembe vagy bárhol máshol a magyar nyelv szabályai szerint használom. Gondolom azt már megszokhattad, hogy az édesapád az, aki miatt a legkevésbé szoktak téged kérdezni, bántani. Mit szoktak bántani? Hát édesapám miatt... Ő miatt nem azt mondom, hogy ő miatt a legkevésbé. Őt legkevésbé. Ő amúgy is egy hihetetlen szimpatikus, nagyon-nagyon-nagyon jókedélyű, vidám ember volt, és szerintem aki ismerte, az mindenki őriz róla egy-egy mulatságosabb vagy viccesebb történetet. Egy igazi mókamester volt. Úgyhogy nagyon hiányzik. Mm. És ott bántanál szerinted, ha élne ez a támadás, amit te kapsz, mióta Gyurcsány Ferenc felesége vagy, és a miniszterelnök, hogy apró
Piroska az édesanyád, a nagypapád apró Antal volt, stb. Én szerintem sokkal kevesebb támadást kapok egyébként, vagy legalábbis úgy élem, hogy sokkal kevesebbet kapok, mint amennyire ez adott esetben néha a média, az újságokon vagy a tévéken keresztül látszik. Ráadásul a kritikáknak egy jelentős része olyan, amit úgy gondolom, hogy egy demokratikus országban egy közszereplő, vagy a közszereplőnek a felesége, az kicsit talán többet is kell, hogy elviseljen, mint amit egy átlagember adott esetben kellemesnek talál. Tehát nekem ilyenekkel nincs is soha problémám, kritikákkal. Van, amit jogosnak érzek, van, amit jogtalannak érzek, de ez teljesen természetes dolog. És az ember van, amit végig gondol, van, amire meg csak legyint, mert tudja, hogy ez a rendje. Van azért a kritikáknak olyan része, ami meglep, ami talán az első pillanatban még talán bántott is, de inkább a jó szó rá az, hogy meglep. Tehát amikor a parlament plenáris ülésén a 21. század elején Magyarországon föl lehet állni, és az én férjem demokratikus elkötelezettségét meg lehet kérdőjelezni azért, mert engem vett feleségül, ez szerintem az emberek túlnyomó többsége számára rendkívül módon idegen. Ez volt az a pillanat, amikor én is úgy éreztem, hogy szerintem ezen már túl vagyunk. Ezen már túl voltunk az előző rendszerben, az osztályidegen fogalom körött, vagy adott esetben a háború előtt. Tehát az, hogy kinek milyen a származása, a szülei, nagyszülei, vagy egyéb rokonai, felesége szülei mit csináltak, mit nem csináltak, szerintem ez nem biztos, hogy feltétlenül a napi politikai csatározásokba való, valóban a történelemkönyvekbe, a bírálatokba, újságokba, cikkekbe, de biztos, hogy nem a napi politikába. Igen, ugye azt mondod, hogy a 21. században, ami azt is jelenti, elsősorban a férjedre nézvést, de nem utolsósorban rád nézvést, hogy ti ezek szerint másképpen definiáltak a demokráciát, és azon belül a baloldaliságot és a szocializmust, vagy szocialista szót, bocsánat, mint ahogy gondolom nagypapát tette. Ez így van? Hát, hogy őszinte legyek, nem csak azt, nagyon sok minden mást. És ez szerintem teljesen természetes. Tehát aki hallgat minket, vagy szerintem, hogyha te visszagondolsz, hogy a nagyszüleiddel mindenben egyetértesz-e, amit ők a világról gondoltak, vagy amit hisznek, vagy hittek, hát természetes, hogy nem. De attól őben vagy papán? Igen, és ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy 9.999.000 ember számára apró Antal az elmúlt rendszer egyik meghatározó személyisége. Nekem ő a nagypapám, tehát nekem ő az az ember, aki mondokákat tanított, és megrajzolta helyettem a házi feladatot, mert nagyon rosszul rajzolok, és ő meg szépen rajzolt. Azt nem lehet tőlem elvárni, hogy én egy nagypapát tagadjak meg, aki nagypapaként viszonyul hozzám. Nagypapaként nagyon szerettem, és családon belül ez egy teljesen más viszony. Az viszont teljesen normális, és én magam is kellően felnőtt, kellően olvasott, vagy ha úgy tetszik, tájékozott is vagyok, és őszintén mondom, hogy nem is bánt, hogy az emberek többsége, történészek, politológusok, újságírók, hát az elmúlt években nagyon-nagyon sok mindent leírtak róla, és azt hiszem, hogy az, amit ő csinált vagy tett, az ma már nagyon erősen kritika alá tehető, vagy akár erről nyugodtan és teljesen kiegyensúlyozottan kell beszélni. Azzal nem tudok egyetérteni, amikor akár engem, akár a férjemet nem a tettei meg a szavai alapján ítélik meg, hanem hogy honnan származik. Ez annyira ódivatú. Hogyha azt vesszük, akkor a férjed és Orbán Viktor, egyébként te és Léva Janikó is, hát egykorban szocializálódtatok. Ők mégis erre mentek, ti meg arra mentetek. Szerinted ezek a döntések, vagy ezek az életalakulások mind múltak? Mind múlhatnak? Hú, nem tudom. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenben szerepet játszik a véletlen is adott esetben. Az, hogy ki milyen egyetemi környezetbe kerül, kit milyen barátok vesznek körül. Biztos, hogy ennek is van szerepe. Ma már azért én érzek egy nagyon komoly és nagyon erős elvi, ha úgy tetszik, ideológiai különbséget és a világlátásban arról, hogy mit kell az országban csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy az embert sok minden véletlen és talán előre ki nem számítható dolgon belül egyfajta belső értékrend is vezérli.
bár nem hiszek az eleve elrendeltetésben, de a kettőnek nagyon szoros összehatása van. Van egyfajta belső értékrend, van egy másik fajta értékrend, a világról, a dolgainkról, a szegénységről, a nemzetközi helyzetünkről vagy kapcsolatainkról, és ráadásul ezekre hatnak a barátok, az ismerősök, a tanárok, vagy adott esetben a politikai helyzet. Bár ahogy a történelemben azt mondják, hogy történelmietlen föltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha biztos, hogy ez ilyen rövid távon is igaz egy ember életére, hogy mi lett volna, ha ezt a kérdést nem tudom, hogy föl lehet-e tenni. Na, akkor játszunk ezzel, ez egy tévéműsor, szerencsére nem egy történelem óra, hogy a legeslegelején elképzelhető elvileg, ha már a véletlenszerűségnek jelentőséget tulajdonít az, hogy ezek a karrierek, akár az Orbán Gyurcsány, akár a Lévő Enikó, Dobrev Klára karrier vagy életpálya, sors megcserélhető lett volna? Nem tudom, nem tudom. Őszintén mondom, hogy nem tudom. Éppen az előbb elmondtam, hogy nagyon sok múlik egy ember belső egyéniségén, hogy hogyan viszonyul a világhoz, hogy düh van benne, vagy pedig elfogadás és átalakítási vágy. Hogy olyan emberek veszik körül, akiktől szívesen és sokat tanul, vagy éppen olyan emberek veszik körül, akiktől lázadni akar, és meg akarja változtatni. Szerintem rengeteg mindenem múlik. Nem gondolnám, hogy két ember, de nem csak Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc, hanem egyáltalán nem gondolnám, hogy két ember élete felcserélhető, hiszen hát egyediek vagyunk és megismételhetetlenek. Minden esetre, és akkor itt van vége az összehasonlítgatásoknak, nekem te politikailag legalábbis látványosabb és tudatosabb vagy, mint volt sorstársad Lévő Enikó, aki mindig hangoztatja, hogy ő neki a politika nem játszik szerepet az életében ma már. Te viszont nagyon sokszor, meg hát az egész munkád erről szól, hiszen a politikai szférából vonultál ki. Mit gondolsz, hogy akkor visszatérve az eredendő kérdéshez, nem bedobtad magad áldozatként olyan szempontból, hogy esetleg te is lehetnél politikus? Vagy mit politikus dolgozhatnál ebben az országban, és nem politikus feleségként? Válasszuk külön a két dolgot. Egyrészt nem, tehát soha nem is vágytam arra, hogy politikus legyek, úgyhogy ha megnézed az életutamat, akkor világéletemben egy köztisztviselő voltam, mindig azt szoktam mondani magamról, hogy egy igazi bürokrata, aki ráadásul a pénzügyök és a makrogazdaság ügyei iránt érdeklődik, tehát nem. De amit kérdeztél, a másik oldal az is nagyon izgalmas, hogy abban a pillanatban, amikor a férjem miniszterelnök lett, és lévén, hogy elég hirtelen történt, tehát nem állítom, hogy ez egy komoly készülődési folyamatnak lett volna az eredménye, egy dolog nagyon világossá vált, és én ennek nagyon örülök, hogy ma Magyarországon miniszterelnök feleségnek lenni, az nem egy előre megírt szerep. Tehát nincs koreográfia. Nincs koreográfia, nincsen munkaköri leírása. Vannak országok, ahol van, ahol ott vannak nagyon sok, tehát ott vannak az elvárások, a kötelező feladatok, ez Magyarországon nincs így, és ez szerintem jó. Ebből is adódik, hogyha végignézzük, akkor az összes eddigi miniszterelnök vagy államelnök feleség a maga személyiségének, habitusának, aktivitásának vagy passzivitásának megfelelően vett részt a közélet dolgaiban. Van, aki fogyatékos gyerekekkel, van, aki elsősorban egyházi intézményekkel, van, aki többet szerepelt és több közéleti programon vett részt, akár politikai jellegűen is, van, aki kevesebbet szerepelt, és vagy éppen olyan életszakaszban volt, amikor nagyon sok minden mással kellett foglalkoznia. Én ennek azért örülök, mert így mindenki a maga személyiségét adhatja. Nincsenek olyan szerepek, amelyek hazugságra köteleznének bárkit, vagy szerepjátszásra. Mert az ráadásul szerintem nagyon hamar kibukik, hogyha valaki nem őszintén csinálja azt, amit csinál. Úgyhogy ezért is nincs értelme Magyarországon nagyon összehasonlítgatni, mert nincs elvárás. Mindenki azt adja, ami belőle az egyéniségéből, személyiségéből fakad. Én világéletemben nagyon aktív voltam, tehát nem aktivizálni kellett magamat azért, mert miniszterelnök feleség lettem, hanem megtalálni azokat a területeket, ahol úgy érzem, hogy fontosat tehetek. Mint hogy a kezeden vagy a csuklódon lévő rózsaszín karkötő jelzi, az egyik ilyen terület, az egyik nagyon fontos terület, amely rá kelleni harc, illetve
a figyelemfelkeltés, hogy ez a betegség igenis legyőzhető, és ha idejében diagnosztizálják, gyógyítható. A másik pedig szintén egy egészség megőrző program. Beszéljünk először az előbbiről. Ugye ott van egy olyan pikáns adaléka annak a mozgalomnak, hogy ott együtt kell, ha úgy tetszik, dolgozni Nancy Goodman Brinkerrel, aki az Egyesült Államok Budapestre akreditált nagykövete volt, republikánus, Bushék közeli barátja, ismerőse, és hát a szokások úgy dükte, hogy ez a program, és ennek fénypontja az októberi séta a Lánchidon, az az ő védnöksége alatt, és a mindenkori magyar miniszternök feleségének a védnöksége alatt történik. Tudom, hogy a politika nem minden, és tudom, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, de mondjuk egy ilyen programban való találkozás automatikusan ki is zárja azt, hogy ti egymással megbeszéltek azt, hogy miben nem gondoljátok ugyanazt a világról? Nancy Brinkerre gondolsz, igen. Vagy akár a... Hát akár Laura Bushra, igen. Nekem nagyon jó kapcsolatom alakult ki Nancy Brinkerrel. Már évek óta egyébként, amikor itt volt Magyarországon nagykövet, már akkor is találkoztunk, sőt volt is időszak, amikor együtt dolgoztunk. És az életnek nagyon-nagyon sok olyan része van, amiről nagyon hasonlóan és azonosan gondolkodunk. Mert nők vagytok egyébként? Mert nők vagyunk, mert talán habitusban is hasonlítunk egymáshoz, és mert úgy adódott, vagy úgy tűnik. Tehát nagyon sokszor is találkoztunk, minden alkalommal, amikor Budapestre jön, akkor találkozunk, és órákat tudunk beszélgetni. Persze, hogy vannak a világnak olyan dolgai, amiről nem biztos, hogy egyformán gondolkodunk. Bár, hogy őszinte legyek, szerintem nincs két ember, aki egyformán gondolkodna a világ dolgairól. Politikusok között sem okoz ez problémát, hiszen mondjuk amikor hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban voltunk, akkor a Magyar Szocialista Párt miniszterelnöke, a Magyar Szocialista Párt által jelölt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc nagyon hosszú, sőt, ha lehet, akkor az egyik leghosszabb személyes beszélgetést folytatta a Republikánus Párt által jelölt amerikai elnökkel, George Bushsal. Tehát azt hiszem, hogy amikor fontos közös ügyekről van szó és dolgokról van szó, aminek érdekében emberek megmozdulnak, akkor ott a pártpolitikának nincsen nagyon komoly szerepe. Hát az meg, hogy a világ nagyon sok dolgáról másképp gondolkodunk, attól meg csak izgalmasabbá válik egy beszélgetés. És akkor idén májusban kezdeményeztél egy másik, úgymond, hát nem nevezem karitatív kezdeményezés, hanem mindenféleképpen egy figyelemfelkeltő kezdeményezés volt, ez a Nemzeti Egészség Megőrzési ez Alapítvány, ugye? Igen, ez hát igazán az alapítvány az egészséges településekért. Igen. Amely alapvetően azt a célt tűzte ki, hogy olyan kis településeket, közösségeket keressünk meg, és aztán mintaként, példaként lehet állítani más közösségek, települések elé, ahol az emberek fogták magukat, és összeállva létrehoztak közösen valami értéket az egészségük megőrzéséért. Amikor nem egyszerűen csak arra vártak, hogy mikor kapnak valamilyen támogatást, mondjuk járdafelújításra, hanem a település lakói fogták magukat, és az előttük lévő egyébként egy kincses bánya példa, amit mondok, hogy mindenki az előtte lévő járdaszakaszt felújította, sőt felosztották egymás között, hogy ahol beteg idősebb emberek laknak, ott ki fogja helyettük megcsinálni, és egy gyönyörű új járdát építettek. De mondhatnék példákat a pletykapadokról, a parasztolimpiáról, a rozmaringos asszonyokról, a falukemencékről. Fantasztikus programok vannak tényleg. Rozmaringos asszonyok egy olyan Veszprém megyei program, ahol egy település nyugdíjasai, és ma már egyébként nem csak a nyugdíjas asszonyok jöttek össze, egyrészt gyógynövény termesztést tanulnak, receptcsere zajlik, próbálják egymást befolyásolni annak érdekében, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között. Na, olyan emberekről van szó minden esetben, akiknek csillog a szemük, akik tudják, hogy azért tagjai egy közösségnek, mert dolguk is van azzal a közösséggel, akik nem lakói egy városnak, hanem jó értelemben és teljes értelemben vett polgárai. Amikor olyan tornatanárokkal találkozom, akiknek teljesen természetes, hogy hétvégén foci meccsre megy a fiúkkal, hiszen ugyanannak a falunak a lakója, és nem úgy éli meg, hogy ez a meghosszabbított munkaideje, hanem hogy neki ezzel feladata van. Vagy anyukák, akik pontosan értik, hogy ha a gyerek az iskolába jár, akkor annak az iskola közösségnek tagja nem csak a gyerek, hanem a szülő is. És hogy most éppen felújítani kell az iskolát, díszíteni kell, vagy éppen iskolabált rendezni, ez teljesen természetes dolog.
Nem, én azt hiszem, hogy nagyon sok energia van abban a pillanatban egy közösségben, amikor az emberek kibújnak egy kicsit a házukból a tévé elől. Az egyik kedvenc példám egyébként Szabolcs megyei kisközség, Levelek, illetve Ajak nevű község, ahol a nők 95%-a megy el mellrákszülésre. És egyetlen egy titka van. Budapesten, ahol csak el kéne menni három sarokkal arrébb, a nőknek alig 30-35%-a megy el mellrákszülésre. Ajakról, Levelekről 30-40 kilométert kell vonatozni, buszozni, hogy beérjenek a következő szűrőállomásra. De nem hagyják ott egymást. Bekopogok a szomszédasszonyhoz, megszervezték, megkérdezem tőle, hogy voltál, nem voltál, na gyere. Amikor az osztályfőnök a szülői értekezlete nem csak a gyerekekről beszél, hanem azt is megkérdezi, hogy na, kedves anyukák, nagymamák, ki volt ma, idén már mellrákszűrésen. Tehát amikor az emberek odafigyelnek egymásra, akkor óriási energiák szabadulnak föl, és csillogó emberek százaival találkoztam, a csillogó szemű emberek százaival találkoztam az elmúlt hónapokban. Mindig közösségi ember voltál? Tehát gimiben, egyetemen? Igen, igen. Lehet, hogy már a bölcsödében is. Kistitkár is voltál? Igen, méghozzá ott a vége felé, amikor már rotációs alapon működött a kistitkárság, minden hónapban más volt a kistitkár az Eötvös József gimnáziumban. Ahol egyébként, ezt szerintem rajtam kívül még egy ember tudja, akivel oda jár, tehát nem igaz, biztos sokan tudják. Egyfajta önképzőkörben, színészi önképzőkörben jártatok Ónódi Eszterrel. Hát igen, erre nagyon büszke vagyok, bár így azt hiszem, hogy ez nagyképűen hangzana. Az tényes való, hogy két vagy három olyan színdarabban is játszottunk, és mi alkottuk a gimnázium színjátszó körét. Egyébként Ónódi Eszteren kívül Horváth Virgil, szintén színész lett Virgilből, Kolosi Péter, aki nem színész lett végül, de azért nagyon közel áll a szakmája hozzá, Léner András, aki rendező lett végül, úgyhogy ők voltak ennek a színjátszókörnek a tagjai, és hát a Ionescu kopasz énekesnétől kezdve a Lilion fig bezárólag. Egy tág spektrum. Igen, sőt, azt hiszem, elsősök voltunk, első gimnazisták, amikor az Odüsszeával szenvedtünk. Azt hiszem, hogy az a sok elsős gimnazista szenved, és ezért akkor döntött úgy az osztály, innen indult a színjátszókör, hogy csináljunk egy rockoperát az Odüsszeából, és csináltunk egy rockoperát, átírva a számokat, és nagyon nagy sikerrel adtuk elő, az egész osztály részt vett benne. Rám az Izaura szerepe jutott, amire nem biztos, hogy mindenki emlékszik már az Odüsszeából, nem úgy állítom, hogy szerves része volt, de akkor futó sorozatként rám ezt a szerepet engem osztották. Egy érdekel, milyen szerepköröket játszott az Ónódi, és te milyen szerepeket játszottál? Eszter... Ő volt a naíva biztos. Hát volt olyan, amikor naíva volt, igen, de voltak már olyan alakításai, ahol lehetett, megcsillanthatta azt, hogy azért komoly tehetség lakozik benne. Én rám mindig a boszorka szerepe jutott, vagy az Izaura, mint ahogy mondtam. Tudod, hogy kisbabát vár az Eszter? Nem tudtam, de jó, nagyon jó. Nagyon régóta igen. Nem találkozom. Én ő is tett egy Varga Betűt, mert angol szakos tanárként végzett a bölcsészkarán, és úgy ment vissza színésznőre. Mi pedig tudtuk, hogy színésznő lesz belőle. Hát csak ő nem tudta, tehát ez van ez így, a szülei azt akarták, hogy legyen egy szakmája, vagy... Különben a művészetek iránti rajongásodat azért én így nagyjából követem, meg figyelem, de azért elég, az az ízlésed az nagyon, nagyon sok oldalú. Tehát azt mondod egy helyen, hogy az egyik kedvenc filmod a Sztárom, a párom, a Nothing-kill. Vajon mi? Hát valószínűleg azért is, mert szeretem Julia Roberts-et. Hát én a másikat jobban, a férfit. Hát egyébként igen, Hugh Grant is egy nagyon-nagyon kellemes jelenség. Olvasásban is mindenevő vagyok. Hát igen, az volt a következő, hogy Spirót olvastál valamikor hát, az elmúlt fél évben. A Fogságon? Igen, igen. De például Umberto Eccót nagyon-nagyon szeretem, vagy Rásdit is szeretem. Viszont ahogy megjelent a Harry Potter 6. része, akkor azt még melegében, azt hiszem, hogy másnap elkezdtem olvasni még angolul. Nagyon szeretem Agatha Christie-t, és a legújabb Ken Follett könyveket, vagy Robin Cook könyveket is el szoktam és olvasni. Milyen a Fogság tényleg? Most viszem el magammal. Hát nyaralásra való könyv. Igen, igen. Ja. Legalábbis az én számomra szükség van egy olyan, tehát úgy lehet elolvasni, nem lefekvés előtt 10 percekre, hanem arra van szükség, hogy az embernek tényleg legyenek nyugodt órái, amikor bele tud feledkezni. Na akkor egy újdonságot én is szolgálok neked, egy 6 részes tévéfilm készül belőle. Na ezt nem... Na
csinálnak. Nem lesz egyszerű. Én is meg tudom. Nem lesz egyszerű. Nem, de majd meglátjuk. De minden esetre, szóval, hogy akkor a gimnáziumnak vége, és akkor fölmerült az is, hogy régész leszel. Mégis milyen korban? Általános iskolás koromban, igen. Bár a történelem az mindig is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott, és most is napjában a történelmi regényeket kihagytam, mint egy nagy szerelem, és gimnáziumban gondolkodtam azon, hogy jaj, de izgalmas lenne régésznek lenni, vonzott az egyiptomi kultúra nagyon. De, vagy pontosabban általános iskolában, bocsánat, de gimnáziumtól kezdve már nagyon világos volt, hogy én közgazdász leszek. És akkor már szinte minden érdekelt, ami a közgazdaságtannal kapcsolatos. Tehát akkor régészettől közgazdaságtan, jog, egyetem elvégez, és akkor egyszer csak dolgozol egy minisztériumban ezzel a meggyőződéssel, amivel, ez a pénzügyminisztérium, 2 évig a Fidesz éra alatt. Hát ezt hogy lehet, vagy ez milyen volt? Ugye, amikor a pénzügyminisztériumban elkezdtem dolgozni, az 95, és akkor dolgoztam ott 1,5 évet, és akkor megszülettek a gyerekeim. És amikor a második fiam, vagy a második gyerekem, a fiam is már nagyobb lett, akkor teljesen természetes volt, hogy én a pénzügyminisztériumba szeretnék visszamenni. És én nagyon komolyan gondolom, és mindig is nagyon komolyan gondoltam, hogy köztisztviselőnek lenni az egy olyan szolgálat, ami az országnak szól. Ott engem egyáltalán nem zavar az, és nem is zavart soha, hogy Fidesz kormány, vagy éppen szocialista kormány az, aki irányítja az országot, hiszen pénzügyminisztériumi köztisztviselőként az embernek szakmai felelőssége van az ügyekért. Ez jó lenne, ha így lenne, ezt képest minden 4 évben minden minisztériumi köztisztviselő szorong, hogy ki lesz rúgva az állásában. Én nagyon reménykedem abban, hogy ez nagyon-nagyon hamarosan megváltozik, és tényleg megteremtődik az a fajta stabil köztisztviselői kar, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy jó minőségű munkavégzés történjen. Hát nem beszél való, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, hogy főleg a pénzügy területén nyilván azokban az években születtek olyan rendeletek, intézkedések, volt olyan jogalkotás, amivel te nem értettél egyet, mint pénzügyi szakember? Azon a területen, ahol én dolgoztam, ott ilyenkor egy köztisztviselőnek nagyon világos a feladata. Elmondja, hogy mi az ő szakmai meggyőződése, leírja, elküldi a főnökeinek. Tehát ki volt akkor a pénzügyminiszter? Járai Zsigmond volt akkor a pénzügyminiszter. Érdekes. És abban az esetben, hogyha nem értenek vele egyet, akkor onnantól kezdve a szakmai kötelességének eleget tett. Abban az esetben, hogyha jogsértést lát, vagy bármi súlyosabb dolgot, akkor természetesen a köztisztviselőnek meg az a feladata, hogy ezt jelezze, vagy adott esetben akkor föláll, hogyha nem ért ezzel egyet. De ami nagyon fontos, hogy épp a pénzügyminisztériumban nagyon-nagyon sok kolléga dolgozik, aki az elmúlt 15-20 évben ott dolgozott. A költségvetési főosztályon például azok a nagy öregek, akiktől már az elmúlt, azt hiszem, hogy 15-20 évben mindenki tanulta a szakmát, azok mind olyanok főosztályvezető, főcsoportfőnökként, akik nagyon régóta ezt tűzik, és független attól, hogy milyen kormány van hatalmon. Nem ez volt az első, gondolom az utolsó konfliktus sem a szakmai életedben, mert vezetted Raskovics Tibor titkárságát, és Megyesi Péter választási kampányában voltál kabinetfőnök. Ehhez képest, hát finoman fogalmazva, egyik sem gondol túl jó szívvel az elmúlt évre vagy évekre. Ezt hogy lehet feldolgozni? Kedves Péter, nagyon szerettelek téged, amikor a kabinetfőnököd voltam. Bocs, hogy a férjem a helyedbe lépett, hát most akkor mikor iszunk meg egy kávét? Ez nagyon-nagyon egyszerűen működik. Egyébként mind Megyesi Péterrel, mind Raskovics Tiborra rendszeresen találkozom. Ő is, nagyon rendszeresen. Megyesi Péterrel a férjem havonta egyszer legalább egyeztet, beszélnek egymással. Az M5-ös autópályát együtt avatták, tehát személykonfliktus abszolút nincsen, hiszen az egész váltás sem úgy történt, hogy itt bármiféle személyes konfliktus történt volna. Hát azért erről a Megyesi Péter is meg kéne. De meg is lehet nyugodtan, mert tényleg nagyon kiegyensúlyozott a viszony. A férjem és ő közötte is rendszeresen leülnek, és mi is rendszeresen leülünk beszélgetni, és én nagyon-nagyon szeretem Megyesi Pétert, és nagyon örültem, hogy vele dolgozhattam. És ugyanez a véleményem Draskovics Tiborról. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nála kezdhettem, és
rendesen megtanultam dolgozni. Igen, ezt hallottam. Mert nagyon-nagyon sokat dolgozott, és nagyon-nagyon kemény főnök volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy pályakezdőként mindaz, amit tanultam arról, hogy mit jelent a munkafegyelem, mit jelent a precizitás, azt tőle tanultam. Igen, mégis ő volt az egyik utolsó, akire tippeltek, hogy elhagyja ezt a kormányt. Tehát azt mondták, hogy bárki mehet a Gyurcsány alatt, de a Kis Péter és a Draskovics marad. Hát nem tudom, ez már a politika világa, úgyhogy erről majd a férjemet kell megkérdezni. Az biztos nem én leszek. Viszont ha visszatérünk főnök beosztott viszonyra, nő-férfi viszonyára, amikor azt mondta, hogy szigorú főnök volt, akár ő konkrétan, akár általában Magyarországon a férfi főnökök. A szigorúság azt jelenti, hogy ugyanazt várják el tőled, mint egy férfitől, vagy ha azt mondod, hogy ne haragudjon, Tibor, de belázasodott a gyerekem, és előbb kell értem menni az óvodába, akkor azt elnézi? Nekem ebből soha nem volt konfliktusom. Egyébként nem gondolnám, hogy a szigorúság attól függ, hogy valakinek női vagy férfi főnöke volt. Én nagyon sok szigorú női főnököt ismertem, és nem gondolnám, hogy ilyen szempontban nemek között különbség van. Hogy egy munkahely mennyire tolerálja azt, hogy az embernek adott esetben édesanyaként vannak más kötelezettségei, ez biztos, hogy munkahelye válogatja. Nekem ilyen szempontból mindig szerencsém volt. Tehát velem már fordult elő, hogy autóban ültem, és éppen mentem Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnök helyetteseként a bankszövetséghez tárgyalni, és az autóban ért telefonhívás, hogy a kisfiam leesett a mászókáról az óvodában, és valószínűleg agyrázkódása van. És soha semmi probléma nem volt abból, hogy én gyorsan telefonáltam mindenkinek, és mondtam, hogy elnézést, és megértem, hogy ez egy nagyon fontos megbeszélés és tárgyalás, de nekem most az óvodába kell mennem, és el kell vinnem a kisfiamat Röngelre. És én akkor nem szorongtál, bocsáss meg, hogy úristen, mit gondolnak rám, nem feleltek, nem értem oda időben, nem számítanak rám legközelebb, nem tőlem rendelik meg a legközelebbi munkát. Nem, mert nagyon határozottan éreztem, hogy ez a helyes dolog, amit tenni kell. És másnap természetesen az volt az első, hogy ismét fölhívtam azokat, akiket ott hagytam ezen a megbeszélésen, és végigbeszéltük még egyszer telefonon, hogy mikor tudunk megint találkozni, mikor tudunk megint leülni, és soha nem is érzékeltették velem, hogy ebből bármiféle probléma van. Vagy a munkahelyem többségén igyekeztek a gyerekes szülőkhöz igazodni, például a szabadságok kiadása tekintetében, hogy akinek gyerekei vannak, azok akkor vegyék ki a szabadságot, amikor iskolai szünet van. Szerintem ma már ez a kultúra azért egyre inkább elterjed. Te voltál valaha főnök? Igen, hát elnök helyettesként is tartozott hozzám. Titkárságvezetőként. Titkárságvezetőként is, meg a minisztériumban, amikor 98 és 2000 között dolgoztam, akkor főosztályvezető helyettesként dolgoztam. És milyen? Tehát milyen férfiakat igazgatni, eligazítani minden reggel? Nem éreztem különbséget a között, hogy férfiakat vagy nőket. Ráadásul fele-fele arányban, vagy sőt, mondjuk a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnál például többségében nők dolgoztak, fiatal lányok. Nem éreztem soha különbséget, és nem is éreztem soha olyan fajta megkülönböztetést, hogy most egy nő vagy egy férfi a főnököm. Én sem használok soha, és nem is használtam soha idézőjelbe tett női eszközöket. Szerintem egész egyszerűen csak munkatársi kapcsolatok vannak, és szakmai megbeszélések. És mit gondolsz arról, hogy ugyan legjobb tudomásom szerint a magyar törvények tiltják az olyasfajta álláshirdetéseket, amelyen utalást tesznek a munkahelyet pályázó nemére korára, illetve ha megjelenik egy fiatal nő, az első vagy a második kérdés felé az, hogy mikorra tervez családot, gyereket. Tehát, hogy kvázi ez törvénytelen, és mégis mindenki tudja, hogy ez folyik. De nem csak egyszerűen tartom, felháborítónak tartom, hanem nagyon kontraproduktívnak tartom. Tehát én szerintem hibás az a munkaadói szemlélet, vagy az a főnöki szemlélet, hogy egy fiatal nő, akinek kisgyereke van, az nem tud megfelelő munkaerő lenni. Én hiszek abban, és azt is mutatják a statisztikák, hogy azoknál a családoknál, ahol és azoknál a munkahelyeknél hozzáteszem, tehát azoknál a családoknál egy kiegyensúlyozott szerep van, ahol adott esetben, ha beteg a gyerek, akkor otthon tud maradni egy pár napra az édesapa, és otthon tud maradni az édesanyja is, vagy a nagymama be tud segíteni. Azoknál a családoknál az ember sokkal több gyereket is lát. Nekem nagyon sok olyan évfolyam társnőm van, vagy barátnőm, akik hozzám hasonlóan nagyon sok gyerekkel vették körbe magukat, sok gyereket szültek, és mindeközben pedig teljes értékűen meg tudnak felelni a munkahelyen is.
Én azt hiszem, hogy szépen lassan e tekintetben is meg kell, hogy változzon a mentalitás. A gyereknevelés ilyen szempontból nem csak női feladat, hát az egy közös feladat egy családban, a férfi és a nő közös feladata. Ha meg véletlenül valaki egyedül marad, független attól, hogy egy nő marad egyedül a gyerekkel, vagy egy férfi marad egyedül a gyerekkel, akkor ott meg fokozott segítséget kell adni, akár az államnak annak akkor érdekében. Akkor még nem is beszéltem arról, hogy kor szerint is diszkriminálnak, de tényleg akkor már... Hát azt mondani mondjuk egy 45 éves munkavállalóra, hogy ő nem egy jó munkaerő. 45 éves nőre, mert azért az... Ráadásul, hát szerintem annál jobb munkaerő a világon nincs. Mint egy 45 éves Mint nő? Egy 45 éves, megvan a kellő tapasztalata, általában azért megvan a kellő elhivatottsága, érzéke. Nekem az volt mindig a tapasztalatom, hogy azok a munkatársak, akik már jó pár évet eltöltöttek egy adott szakmába, hihetetlenül nagy energiával és munkakedvel vetik bele magukat az újabb és újabb feladatba. Én úgy gondolom, hogy az összes miniszterelnöki házas pár közül ti éltek a legnyitottabban, ugye ti családi magánéletetekbe látnak be leginkább az emberek. Egészen odáig elmegyek, hogy sokszor látni benneteket kéz a kézben, nyilvános eseményeken, sőt volt már olyan esemény, ahol lehetett látni benneteket egy hitvesi csókban egyesülni. Jó, szóval a kérdés lényege az, hogy ezek a megnyilvánosok mennyire spontának, mennyire ne sértődj meg, ne bántódj meg, ebben sincs semmi rossz, mert hogy ezt is szolgálhatja, szóval egy PR gépezetnek a tanácsára történik ez. Szerintem, hogyha PR gépezet tanácsára adnak puszit egymásnak a házastársak, akkor ott valami nagyon komoly gumbac van, ráadásul szerintem az látszana. Nem, azt hiszem, hogy pont fordított van benne. Mi élünk egy normális életet, mi olyan életet élünk, amit egy házas pár él. Szerintem nem mi vagyunk Magyarországon az egyetlen házas pár, aki kézen fogva megy, hogyha erre lehetősége nyílik. Még 10 év után is, igen. Szerintem nem mi vagyunk Magyarországon az egyetlen házas pár, aki adott esetben puszit ad egymásnak. Ez a normális. És nem is gondolnám, hogy azt kellene megjátszani, hogy milyen hihetetlen kemény, hideg emberek vagyunk, és véletlenül sem megmutatni, hogy egyébként ugyanolyan húsvér emberek vagyunk, hasonló problémákkal, néha neveletlen gyerekekkel, néha nevelési problémákkal, adott esetben vitákkal. Hát egy miniszterelnök attól, hogy miniszterelnök, még ugyanolyan férfi, ugyanolyan férj, ugyanolyan apa, ugyanolyan fiúgyerek, mint mindenki más. Csak most van egy olyan feladata, egy nagyobb felelőssége, és az ő pozíciójából egy van ebben az országban. De azt nagyon rossznak tartanám, hogyha ez egy az emberektől elidegenített valami fölöttük uralkodó és fölülről lenéző és letekintő poszt lenne. Ez egy foglalkozás, amit ugyanolyan húsvér ember tölt be, mint mindenki más ebben az országban. Miután az idei év egy eléggé rendhagyó év, legalábbis a magyar történelem és politika szempontjából 2006-ot írunk. Talán nem sablonos a kérdés, hogy mit vársz ettől az évtől. Hát az ember ugye mindig először is boldogságra vágyik az egész családjával kapcsolatban, de szerintem, mivel hogy nekem teszed fel ezt a kérdést, ezért a választásokat semmiféleképpen nem lehet egy ilyen kérdésből kihagyni. Úgyhogy a családi boldogság és mindenki egészsége mellett, mert ezt mindenféleképpen az első helyre raknám, arra számítok, hogy a 2006-os választásokon is Gyurcsány Ferenc lesz az ország miniszterelnöke.